Meglehetősen gyakori jelenség, hogy amikor valaki meghal, rejtélyes módon megállnak az órák. Néhány parapszichológus állítja, hogy az elhunyt valamilyen különleges energiát bocsát ki magából, és ez állítja meg tulajdonképpen az órákat. Létezik egy igen érdekes és egyben nagyon bizarr jelenség, mely már évtizedek óta borzolja a tudomány kedélyeit. Mindez idáig senki sem jött rá, mi lehet a rejtély nyitja. Néhány tudós azonban már megkísérelte meglelni a választ, és a világunkon is túlmutató dolgokra bukkantak. Nevezetesen arról van szó, hogy a megfigyelések szerint a halál pillanatában a haldokló körül és közvetlen közelében megállnak az órák. Nem mutatják többé az időt. Az óra hosszú idők óta halállal kapcsolatos babonák között volt. Ha egy óra megállt, biztosra vették, hogy valaki meghalt a családban, vagy hamarosan meg fog halni, mert ütött az utolsó órája. A megfigyelés évszázados, és már az 1880-as évekből is vannak feljegyzések erre vonatkozóan. 1887. december 4-én a pennsylvániai George Fry éppen megírt egy levelet súlyos beteg apjának, Gideonnak, aki tőle messze, sok száz kilométerre lakott. Felnézett a fali órára, mert nem hallotta a ketyegését. Az óra a bátyájé volt. Észrevette, hogy az óra nem járt. Elővette a zsebóráját, és megnézte az időt. 4 óra 45 percet mutatott. A fali óra pár perce hallgatott el. Amikor odament, hogy beállítsa, valami furcsa fény sohant át a számlapon. Másnap táviratot kapott. Bátyja előző nap elhunyt. Az időpont is benne állt a táviratban. 4 óra 45 perc. Hihetetlen vagy fatális véletlen. De vajon tényleg az volt? Ez volt ugyanis az egyik legelső ilyen feljegyzés a történelemben. Azóta tucatnyi ehhez hasonló tapasztalás született, a legtöbb gondosan dokumentálva. Ellenkező példa is van, amikor az óra hirtelen elindult. 1944-ben egy Missouri farmer családban, ahol a fiú Ben Németországban harcolt, volt egy nagy állóóra, mely már évek óta nem járt. November 29-én a mutatók egyszer csak maguktól elindultak, és ebben a pillanatban a fiú kutyája vadvonyításba kezdett. Néhány nap múlva jött az értesítés, hogy Ben elesett a fronton. Az időpont természetesen egybeesett az óra elindulásával. A tudomány régóta vizsgálja a kérdést. Nemrég parapszichológusok egy csoportja talált állítólag magyarázatot a jelenségre. Szerintük a halál pillanata meghatározó egy élő, lélekkel rendelkező lény esetében, mint az ember. Ezért az elhalálozás pillanatában egyfajta energiát bocsát ki a testünk, ez pedig valamiféleképpen kihatással van bizonyos szerkezetekre. Hogy pontosan milyen ez az energia vagy hatás, azt nem tudni, hiszen a régi analóg órák nem elektromos elven működtek, mégis megálltak. Egyesek szerint még az sem kizárt, hogy szoros összefüggésben lehet ez az egész a lélek súlyával, azzal a bizonyos 21 grammal, amivel állítólag egyes parakutatók szerint minden emberi test könnyebb lesz, mikor meghal. Erről egy korábbi videómban már beszéltem, részben kapcsolódik Roger Penrose professzor elméletéhez, aki szerint ténylegesen létezik az emberi lélek, ami képes túlélni a fizikai értelemben vett testünk halálát. Ezt az állatok is érzékelik, noha erre ma már vannak tudományos magyarázatok, melyek azt mondják, hogy egyszerűen csak sokkal jobb a szaglások, és konkrétan a halál biokémiai folyamatát érzékelik. Ezért van az, hogy a kutya megérzi az udvaron a gazdája halálát, és vonyít. Legalábbis a természettudományos oldalról. Létezik még egy nagyon bizarr magyarázat a dologra. Az óra azért áll meg egy hipotézis szerint, mert kvantumfizikai szinten valahogyan össze van kötve az illetővel. Így valójában maga az elhunyt jelzi az óra megállításával a hozzá közel állóknak, hogy itt hagyta ezt a földi világot. Az óra megállásokat azonban jelenleg semmivel sem tudják magyarázni. Nincs kielégítő válasz, vagy olyan hipotézis, amit 100%-osan bizonyítani lehetne. Személy szerint az ismerősi körömről is tudnék olyan történeteket mesélni, melyek óra megállással kapcsolatosak. Hogy ezek ténylegesen megtörténtek-e, vagy csak színes anekdoták, ezt nem tudni. De hogy van-e tudomány mögötte, az már megint egy érdekes kérdés. Tényleges tudomány állhat mögötte? Létezhet egy másik világ? Valamelyik hipotézis valós lehet? Ti mit gondoltok erről? Volt már hasonló élményetek, vagy történetetek? Írjátok meg a kommentben át, ha együtt okosabbak leszünk a rejtély nyitját illetően.